Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Mikor néztem ezeket a gyerekeket, hallgattuk ezeket a drága, gyönyörű dalokat, azt hiszem, hogy mindnyájan úgy éreztük, hogy nem szabad szomorkodnunk, és nem szabad kétségek között élnünk, hogy az Úristen valami nagyon szépet szán nekünk. És minden gyerekben, minden aranyos, drága gyerek hangban új reménységet kapunk. Csatlakoznék Attilának a kedves felvezető gondolataihoz. Nagyon fontos dolog ez, hogy újra és újra családi körben elgondolkozzunk azon, hogy milyen lehetőségeink is vannak a szép életre. És szívből gratulálok most már ehhez a hagyományhoz, hogy most már egy harmadik alkalommal lehetünk itt együtt Maglódon, és szeretném személyesen köszönni polgármester úrnak, és az önkormányzatnak, és mindenkinek, hogy ennek a feltételeit lehetővé teszik. Megint csak még maradnék ennél az élménynél, hogy néztem ezeket a gyerekeket, és úgy beleképzeltem magamat, ő közéjük magamat, amikor még én is ilyen kisgyerek voltam, és az én iskolámban én is énekelhettem a kórusba. És aztán elmúltak az évek, de a lelkemben ott hordozom ma is azokat a felejthetetlen gyerekkori emlékeket, élményeket, azokat a kedves, tiszta dallamokat, amiket én is úgy kaptam. Szeretném szívből megköszönni, és nagyon gratulálok tanárnőnek, hogy ilyen gyönyörűen tudja nevelni ezeket a gyerekeket, és minden pedagógusnak, és minden szülőnek. Nagyon nagy dolog ez. Karácsonyra készülünk, és én kezdem én azzal, hogy az én családomban hogyan élem meg ezt az idei karácsonyt, az idei készületet, ezt az idei adventet. Holnap jönnek el az unokatestvéreim, hagyományosan minden évben egyszer eljönnek hozzám. Viccesen azt szokták mondani, hogy a családba te vittél a legtöbbre, hát hozzád megyünk. Hát tényleg elég nagy az a püspöki székházamot, elférünk, és várom már ezt a holnapi találkozót. Évről évre visszatérünk ehhez az élményhöz, és persze évközben is tartjuk a kapcsolatot egymással, felhívjuk egymást telefonon, vagy most már az interneten tartjuk a kapcsolatot, de a személyes találkozásra mindig nagyon várunk. Néhány évvel ezelőtt nagyszüleinknek a sírjánál megálltunk, és az egyik unokanővérem, miközben csöndesen imádkoztunk, egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy tudod, most már nincs kit megkérdeznünk. Meghaltak a szüleink, elmentek a nagyszüleink, most mi vagyunk már a családunkban a legidősebbek, mi már nem kérdezhetjük meg tőlük, hogy hogyan is volt régen. De nekünk feleletet kell adni azoknak, akik minket kérdeznek. Jóistennek a nagy ajándékaként élem meg azt, hogy olyan családban születhettem, ahol mind a mai napig él a családot összetartó szeretet, az a megtartó erő. Az egyik nagybátyám megélte a 100. évét, és amikor köszöntöttük őt a 100. születésnapján, összejött a szűk család.
És képzeljétek el, hogy a szűk család, tehát csak a gyerekek, unokák, dédunokák, és hát természetesen a férjek, feleségek, éppen 50-en voltunk. És úgy elgondolkoztam azon, hogy ez alatt a néhány évtized alatt ebből az egy családból, mondjuk talán éppen nagyszüleimre gondolok, egy ilyen nagy közösség nőtt ki, és amit nagy alázattal és nagyon óvatosan, de mégiscsak hálaadással kimondok, hogy ebben a nagy családunkban nem volt válás. Jöttek kívülről új férjek, új feleségek, és valamit úgy látszik, hogy megéreztek a mi családunkban. És ők is elfogadták, és tartják, és már ők is azonosulva ezzel a gondolkodásmóddal, ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy mi törődjünk egymással, odafigyeljünk egymásra, örüljünk egymásnak. Igen, holnap jönnek az unokatestvéreim, de kaptam egy SMS-t a napokban egy második generációs unoka húgomtól, és azt mondta, hogy igen, mi is készülünk a másodunokatestvéri találkozóra. Tovább folytatják ezt a hagyományunkat. Úgy adódott, és tényleg olyan hálával gondolok vissza arra, hogy, és hát ezt azt hiszem, hogy meg kell egy kicsit magyaráznom, hogy hálával gondolok vissza arra, hogy olyan gyerekkorom lehetett, ahol nem volt kétséges, hogy mi hol törtsük a nyarat. A nagymamához összejöttünk mindig, a szünet első napjától kezdve az utolsóig, és együtt töltöttük a nyarakat abban a kedves dunamenti faluban, Zebegényben. És olyan fontos volt ez a hely, ahova mi összejöttünk. És azóta sok minden változott a környezetünkben, de ma is az a családi találkozóhely, az egykori háza nagymamának, az ma is összetart bennünket. Na, ezt szerettem volna először elmondani nektek, hogy értsétek mindazt, amit majd ezután fogok mondani, és te még talán magyarázatként azt is, hogy azért tartom olyan nagyon nagy ajándéknak ezt a nagy családi hátteremet, mert én személyesen egy csonka családba születtem. Alig múltam egy éves, amikor édesapám meghalt a budapesti ostrom alatt a háborúban, és én lettem az első és utolsó gyereke anyámnak. És ez nekem kis gyerekkorom óta mindig ott volt a lelkemben, amellett, hogy a nagymama is, meg hát édesanyám is nagy szeretettel vettek körül, hogy nekem miért nincs édesapám. Emlékszem, egyszer jöttem haza az iskolából, ilyen valamilyen késő novemberi, decemberi estén, valami iskolai programról, talán éppen egy énekkarról, és úgy rám szakadt ennek a bánata, hogy fájdalma, hogy nekem miért nincs apám. Én miért nem tudok együtt focizni, játszani az édesapámmal, úgy, mint az osztálytársaim. És ezt úgy fogom fel ma felnőtt fejjel, és hát tévhásan mondogatták most a napokban, hogy olyan vagyok, mint egy öreg Mikulás, hogy ilyen öregedő fejjel úgy fogom föl, hogy az Úristen egyszerre adta meg
a nagy család védelmének az élményét, de ugyanakkor a csonka család fájdalmával való együttérzésnek a képességét. És lelkipásztorként, püspökként ezt én így fogom fel, hogy az Úristen ezt a feladatot adta nekem, hogy együtt tudjak örülni a szép családokkal, a boldog családokkal, de mindig érzékeny legyek mindazok felé, és mindazokkal legyek együttérző, akiknek valami miatt nem sikerült, akik valamilyen hátrányt szenvednek. Elhoztam ezt a kis füzetet a Lumen Fidei című pápai levelet, a hit világossága kezdetű pápai levelet, amit tréfásan mi katolikus körökben úgy szoktuk emlegetni, hogy a négykezes körlevél. Mert ezt a körlevelet még az a drága öreg Benedek pápa írta, de az előszót már, az ajánlást már a mostani pápánk Ferenc pápa. És ebben a körlevélben ugye a hit évét lezártuk néhány nappal ezelőtt, és a hit világosságánál elmélkedik a pápa arról, hogy mit is jelent, és mire kötelez bennünket a hitben való látás. Vagyis az a látásmód, hogy az életet ajándékként és feladatként fogjuk fel, és azzal a meggyőződéssel és azzal a nyitott örömmel nézünk körül ebben a világban, hogy a minket teremtő, megváltó Isten szeret minket. De ugyancsak azzal a gondolattal is ajándékoz meg a hit világossága, hogy felelősek vagyunk egymásért. Nem fogom felolvasni, csak bizonyságért mondom, hogy nézzetek majd utána, aki szeretne bővebben is szó szerint utána nézni, hogy ebben a körlevélben a hit ajándékát és felelősségét a család élet vonatkozásában is megfogalmazza. A hit megvilágosítja az emberek városát. Ez az egyik mondat. A másik pedig, hogy az örökké tartó szerelmet csak akkor lehet ígérni, ha az ember fölfedezi a saját elgondolásánál nagyobb tervet, amely fenntart és lehetővé teszi a teljes jövő odaajándékozását a szeretett személynek. Tehát a családi életre vonatkoztatja a hit ajándékát mindkét pápánk. És hogy még inkább hangsúlyozza ezt a szándékát a mostani egyházi vezetőnk Ferenc pápa, ez a kedves, szeretetre méltó ember, jövőre a különleges püspöki konferenciára ezt a témát szánta, hogy milyen a családi életről való felfogásunk, milyen a családi élettel kapcsolatos üzenetünk, amit képviselni szeretnénk. És talán egészen meglepő módon Ferenc pápa néhány hete egy körkérdést intézett hozzánk, mindenkihez, papokhoz, világi keresztény emberekhez, és azt tesz, kérdést teszi fel, hogy mi hogyan értékeljük a lehetőségeinket, adottságainkat, de hogyan és miként adunk segítséget a fiataloknak, itt megint Attila gondolatához kapcsolódok, akik a házasság, a család élet előtt állnak. És végig olvasva ezeket a kérdőpontokat, olyan szívszorongva és szégyenkezve vettem tudomásul, hogy nem adjuk meg azt a segítséget a fiataljainknak, amire nekik szükségük lenne.
a saját felnőtt életünknek a tanúságtételével, bizonyságtételével, de a róluk való személyes gondoskodás, törődés lehetőségével sem. Szembesít bennünket a pápa éppen ezzel, hogyha egyszer hívő emberként, mi az Úristen szép, szerelmes terveként ismerjük fel a családi életet, hogy akkor egész szívvel és egész lélekkel, mindennél fontosabb feladatnak érezzük ezt, hogy ehhez segítséget nyújtunk egymásnak, és különösen a fiataloknak. Hát nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a világ minden részéről nagyon sok üzenet érkezik majd a pápához, hogy a jövő évi konferencia nagy segítséget tudjon adni sokaknak, mindenkinek, fiataloknak, a világ minden népének, hogy az Úristen terve szerint szép legyen az élete. Felelősek vagyunk egymásért. Segítséget kell nyújtanunk egymásnak. Vác közelében ott van egy kedves kis városunk, most már lassan Budapest és Vác összeépül, hát ott középtájon van Dunakeszi. Néhány évvel ezelőtt egy lengyel asszony idejött férjhöz. A Tereza Boroszka, és hát amikor megszületett az első gyerekük, akkor egyszer csak megdöbbent attól a felelősségtől, hogy most egy más ismeretlen környezetben, ahol ő még alig ismer másokat, hogy fogja biztosítani a gyerekének azokat a szép élményeket, ami az ő gyerekének a harmonikus fejlődéséhez, növekedéséhez szükséges. És gondolt egy nagyot, és egyik alkalommal, amikor kijöttek vasárnap a templomból, ismeretlenül megszólított egy-két hozzá hasonló fiatal anyukát. És megkérdezte tőlük, hogy mit gondolnak, mi lenne, hogyha ők barátságot kötnének egymással, és együtt próbálnák a gyerekeik számára azt a légkört megteremteni a iskolán, a templomon kívül, a hétköznapokban, amit a Jóisten nekik lehetővé tenne, de általuk. És ebből az elhatározásból, ebből a kérésből indult ki egy kedves kis mozgolódás, és ma már csak úgy emlegetjük őket, hogy a Szent János bogarak. A pici kis fények, ahogy szoktuk látni augusztusban nyári estén, azok a pici kis fények ott a sötétben reménységet adnak, valami kedves, bátorító, biztató fények. És ezt sikerült megvalósítaniuk, és most már ebből a Szent János bogár mozgalomból nagyon sok család kinőtt. És amit szeretnék mondani, és meggyőződésem, és nagy örömöm, hogy ebben a furcsa, ellenmondásos világban, ahol mindent megkérdőjeleznek, és mindent olyan magabiztosan a szabadságnak a jelszavával félretesznek, ebben a furcsa Európában, és ebben ami sok-sok nehézséggel küzdködő magyar társadalmunkban olyan fontos az, hogy a családok összekapaszkodjanak. Tehát nagyon örülök ennek a mai estének, hogy ilyen sokan itt vagyunk. És mindenkinek ezt üzenem, és ezt kérem, hogy mindennél fontosabb legyen az, hogy egymást bátorítsuk, egymást megtartsuk, egymást segítsük, hogy ezek az aranyos gyerekek, akik most itt énekeltek nekünk, hogy ezek nagyszerű felnőtté válhassanak, kiegyensúlyozott, harmonikus emberré.
Szükségünk van, hogy összekapaszkodjunk, mert zűrzavaros ez a világ. Most az elmúlt hétnek egy hír üzenete volt, hogy Horvátországban is a házasság isteni tervét elfogadták, törvénybe iktatták. És hát nem kis büszkeséggel gondolunk arra, hogy Magyarország után ők a második európai ország, akik ezt megmerték tenni. Minden tiltakozás és minden gúnyolódás ellenére. Az Úristen terveként, valami nagyon nagy ajándékként tekinteni egy férfinek és egy nőnek a szerelmére, elköteleződésére és a belőle fakadó családi életre. Még gimnazista koromban az egyik tanárom úgy megmaradt bennem ez a mondat, azt mondta, hogy szükségünk van arra, hogy időnként egy fontos regényt újraolvassunk. Azt mondja, ő így volt a Quo Vadis-szal. Elolvasta diákkorába, aztán elolvasta felnőtt korába, és most felelős tanárként megint újraolvasta. És most értette meg igazán, hogy mit is üzent ez a római birodalom környezetében zajlódó történet. És aztán hát ezt én elfelejtettem akkor talán, de most eszembe jut ez a drága tanárnőm, és én is újraolvastam a Quo Vadis-t. És nagyon örültem neki, hogy ma értettem meg igazán, hogy az, amit abból a korabeli pogány Rómából üzenettet hoz ez a kedves regény, Sienkiewiczsnek ez az ismert regénye, az mennyire aktuális ebben a mi mai Európánkban. Mert amit nagy megtévesztésnek és fondorlatos megtévesztésnek tartok, hogy a családi élettel, a házassággal kapcsolatban valami olyan színezete van a megnyilatkozásoknak az Európai Unióban, mintha ez a 21. századnak egy vívmánya lenne, hogy a házasságot idejét múlt életformának tekintik. És ezért olyan kedves nekem ez a Quo Vadis, hogy a pogány Rómában, az elbizakodott, gőgös pogány Rómába megérkeznek az első keresztények. És az ő szép családi életük először gúnytárgya, vagy pedig éppen a vértanúságoknak a forrása, de ebből a szép családi életpéldából újul meg a római birodalom, és újul meg, és indul el Európának a történelme. Ami a római birodalmat tönkretette, ma aggódva nézünk Európára, hogy Európa is az elbizakodottságában a pusztulásnak a kockázatával játszik. Nagyon sokszor idézem Péter apostolnak az első levelét, amelyben szó szerint ezt írja Péter apostol, hogy a ti szép életeteket lássák meg a többiek. Azt a szép életet, ahogy ti éltek. A gyerekszerető, egymást féltő, egymásról gondoskodó szép életet. Azt hiszem, hogy ma is, ebben a mai társadalmunkban, amikor aggódva gondolunk a mi magyar népünk jövőjére, olyan fontos, hogy ennek tudatába legyünk. Hogy az Úristen lehetőséget ad, de felelősséget is ró ránk. Hogy segítsük az elbizonytalanokat, elbizonytalankodókat, a keresőket. Azok, akiknek valami nem sikerült az életükben. A féltő szeretetet érezzék meg rajtunk. A szép életnek a példáját.
Nagyon örülök ennek a mai estének. És az Úristen áldását kérem mindnyájatokra, hogy folytassátok, Attila, folytassátok ezt. Legyen megtartó erő itt a számotokra, évről évre ez a találkozó. Adjon reménységet, bátorítást. És a hit világossága segítsen mindnyájatokat abban, hogy háladással tudjatok tekinteni egymásra. Megköszönni egymást, férj és feleség, és ajándékként, csoda ajándékként megköszönni a gyermekeiteket. Karácsonyra készülünk, és ilyenkor talán egy kicsit érzékenyebb a lelkünk. Én ezt kívánom mindnyájatoknak, hogy ebben az érzékeny lelkületben segítsen rátalálni újra az igazi értékeinkre, rátalálni a családi élet örömére. Adjon az Úristen nektek sok-sok örömet, sok-sok karácsonyi boldog órát, és az, amit mindig valamiféleképpen, mint ahogy az angyal suhan át az éjszakán, olyan kedvesek ezek a költői képek, úgy érintse meg mindnyájunk lelkét, mindnyájatok lelkét, az, amit az Úristen nekünk szán. A szeretetnek, a békés otthonnak a családi ajándékát. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és szívből kívánok mindnyájatoknak áldott ünnepet, és szívből kívánom mindnyájatokon át Maglódnak a további gyarapodást, ezt a szeretetben, békében, egymás segítő lelkületben való gyarapodást. Szép estét és szép ünnepet mindnyájatoknak!